Jó estét kívánok, kedves nézőink! A szokásos beszélgetésünk Bende Sándor parlamenti képviselővel ismét sorra kerül. Nem készültünk különösebben, hiszen az ország teljesen másra készül, mint most. De azért azt megkérdezném, hogy mivel foglalkozik egy parlamenti képviselő? Nem szabad idejében, az nincs. Törvényhozással, törvénymódosítással foglalkozik. Jó napot kívánok a televízió nézőknek, elnézést, hogy nem ezzel kezdtem. Igen, jó estét. Kezdjük újból. Jó estét kívánok. Jó estét. Jó estét kívánok. Kezdjük el. Csak nem lúg bele a képbe. Furcsa estét. Igen, világos. Előről kezdjük. Persze. Már elnézésre kell kérjek akkor. Semmi van, nem kell semmit. Jó estét kívánunk, kedves nézőink! A hagyományos minden havi beszélgetés Bende Sándor parlamenti képviselő, akit tisztettel köszöntünk a stúdióban, most kerül sorra. Kezdjük, vágjunk bele a mélyébe. Mivel foglalkozik egy parlamenti képviselő? Most már vége a vakáció. Jó estét kívánok a televízió nézőinek. A parlamenti képviselő törvényhozással, illetve törvénymódosítással foglalkozik, tehát ez a hivatalos munkája. Persze ezen kívül kisebb-nagyobb ügyintézéssel is, amivel itthonról az emberek megbízzák, illetve az önkormányzati vezetőknek megpróbálunk segíteni, hogy minél könnyebben, minél hamarabb tudjanak haladni. Van sikerélménye az elmúlt időszakban, tehát megválasztása óta sikerült egyszerű embereknek olyan dolgokban közrejárni, ami számukra jól végződött? Igen, egyszerű embereknek is sikerült közben járni, viszont a legtöbb esetben azért az önkormányzatok kéréseit tudtuk előre vinni, tudtuk segíteni. Itt a gyergyószentmiklósi ember ebből sajnos ebben a pillanatban még nem sokat lát, viszont most már bízom benne, hogy lassan-lassan elkezdenek elindulni azok a dolgok, amit eddig az elmúlt időszakban előkészítettünk. Beruházásokra gondolok, hiszen most már egy olyan fázisba kezdtek jutni a gyergyószentmiklósi beruházások, hogy lassan-lassan kivitelezés alá kerülnek. A tervezések megvannak, tenderek megvannak, licitek megvannak, stb. Ebben mennyi szerepe lehet egy képviselőnek ezekben a dolgokban, hiszen nagyon sok része adminisztratív és bürokratikus. Nem csak, tehát itt egy csapatmunkáról van szó. Tehát itt nem mondhatja senki sem azt magáról, és a parlamenti képviselő sem, hogy kimondottan csak az én munkámnak van ebbe szerepe, vagy a polgármester, hogy kimondottan csak az ő munkájának van szerepe ebben. Itt egy közös csapatmunka volt, úgy a megyei önkormányzat, ugye Barti Tihamér alelnök úron keresztül, polgármesteren keresztül, a parlamenti képviselőn keresztül, itt mindenkinek megvan a saját maga kis részecskéje, szeletecskéje, amit saját magának tudhat. És lassan-lassan most már ugye az első munkálat, ami elindul a városba, én úgy tudom, hogy ebből az együtt lévő munkából a parknak a kiépítése. A pihenő park, igen, ott a mellékgazdaság mellett, persze, annak most már neki fognak a munkálatoknak hamarosan. De itt beszélhetünk tovább is arról, hogy a jégpályának a felújítása az folyamatban van a befektetési vállalatnál, az országos befektetési vállalatnál. A tanúszoda is most már úgy áll, hogy hamarosan fölkerül és a versenytárgyalás elindítódik annak érdekében, hogy azt felépítsék. A víz és csatorna hálózat bővítése, kiépítése ott, ahol nincs Gyilkoston, ezek most már olyan szinte egyenesbe kerültek, hiszen azokra a beruházásokra, amelyik meg volt tendereztetve, meg volt versenyvizsgáztatva a kivitelezési terv,
a kivitelezési terveket, azokat most már határidők járnak le, lassan le kell adják, és akkor jöhet a kiírás a kivitelezési munkálatok elkezdésére. Tehát itt most már lassan-lassan úgy kezd kialakulni, és nem utolsó soron, ami a legeslegjobban érdekli az embereket, Gyergyószent Miklóson az a néhány utca, néhány utcának a rehabilitációja, beleértve a jelenlegi teherforgalmi utat is. Tehát a dolgok lassan-lassan mennek, működnek. Képviselő úr, tetszett említeni törvényhozás, törvénymódosítás, ez a legfontosabb az önök munkájában. Azt is látjuk ellenben, hogy rengeteg olyan kormányhatározat van, ami ezeket a törvényeket, törvénymódosításokat, hát enyhén szóval fölülírja. Igen. Ilyenkor mit tudnak tenni önök? Ilyenkor a következőt tudjuk tenni. A sürgősségi kormányrendelettel módosított törvények, azok bekerülnek jóváhagyásra a parlamentbe. Általában a gyakorlatról beszélve olyan 3 hónap, 6 hónap közötti időszakban bekerülnek, és azokat vagy módosítjuk, vagy jóváhagyjuk, vagy visszautasítjuk. Nagyrészt azért módosítani szoktuk, és még csiszoljuk, hogyha a formája nagyon kellemetlen, nagyon nem jó. Visszautasításra elég keveset szoktunk javasolni, ugyanis elég nehézkes. A parlamentben több száz ember van. Általában ezeket a sürgősségi kormányrendeleteket a kormány adja ki, ugye? Tehát nem általában, hanem ők adják ki. Na most már általában a kormánynak többsége van a parlamentben, és ez általában így van. 80-90%-ban elég kevés periódus volt, amikor kisebbségi kormánya volt Romániában. Ez valahol értelemszerű, hogy az a sürgősségi kormányrendelet fönt van tartva a kormánypárti parlamenti képviselők és szenátorok által. De lehet meghozni módosítójavaslatokat, lehet csiszolni ott, ahol nem jó. Általában ez így működik, és ezen mindig elég komoly viták vannak. Örömhírrel szolgált az RMDS, hogy a magyar nyelvet, többek között a magyar nyelvet is oktató tanítók megkapják azt a plusz jövedelmet, amit rászolgálnak végül is a plusz munkáért. De hát nem csak ők, hanem a nemzeti kisebbségek is ugyanebben a hajóban úsznak. Ez tényleg nagyon jó dolog. 300-400 lejről van szó egyesek szerint. Hogy fogadták ezt a törvényhozásban? A törvényhozásban úgy fogadták, hogy a törvény átment, tehát egy része a parlamentnek ezt támogatta, de persze megvannak a hivatásos bennünket kritizálók, finoman mondjam. Elsősorban a liberális párt és a Băsescu-féle fajta PMP keményen ellenünk beszélnek. Tűrjük a beszédjüket, végighallgatjuk, nem igazán esik jól, amit a fejünkhöz vágnak, de hál' Istennek sikerült. És ez a legfontosabb, hogy ezt újból meg tudtuk oldani, hiszen az anyanyelv biztosítás, az anyanyelvünkön való tanítás az biztosítva van Romániában, az alkotmány szerint is, és a törvények is úgy kell legyenek meghozva, hogy ezt lehessen megvalósítani. Tény az, hogy ebben a kérdésben a magyar gyerekek oktatása, az anyanyelven való oktatás esetében az államnak többe kerül, de ez az államnak a dolga, hogy ezt rendezze, mindaddig, ameddig nem hivatalos nyelv a magyar is, mert akkor esetleg megoldódna ez a kérdés, nem kellene mind a két nyelvet föltétlen tanítani. De ha ez így van, akkor ennek eleget kell tenni, és itt nem csak kimondottan a magyar kisebbségről van szó, nem csak kimondottan a magyar kisebbségről beszélünk, hanem minden olyan kisebbséget Romániába, itt beleértem a szerbet, a németet, stb., amelyiken zajlik anyanyelvű oktatás. Sikerült megoldani, nem kellett volna idejussunk, hanem ennek az egésznek a kiváltó oka az a
miniszteri rendelet volt, amivel ugye kötelezték, hogy a román nyelvet magyar, tehát a román nyelvet román szaktanárok tanítsák a magyar osztályokban, a kisebbségi nyelven tanuló osztályokban. Ez váltotta ki, hiszen szerződéseket kötöttek bizonyos tanárokkal, ugye egy adott pillanatban utána megváltoztatódott a törvény által a sürgősségi kormányrendeletet, visszavonták, akkor a szerződéskötések azok felbomlottak, akkor jött a másik történet, hogy minek kell plusz órát fizetni, és egy sor ilyen probléma generálódott abból a szerencsétlen rendeletből, de úgy néz ki, hogy ezek most mind a helyre kerültek, és egyelőre meg tudtuk oldani azt, hogy marad minden úgy, ahogy eddig is volt. A magyar gyerekeket a románból a magyar szaktanárok fogják tanítani, a fizetésüket a pedagógusok pedig meg fogják kapni, a pluszbérezést is meg fogják kapni, ami ezzel jár. Az államelnök nyugaton járt, utána be is jelentette, hogy szóba fog állni a pártok vezetőivel. Mi szivárgott ebből ki, mert mi választók nem tudunk semmit. Igen, meg is ejtődött ez a tanácskozás, ugye az úgynevezett konzultáció, meg voltak hívva politikai pártok, az RMDS is részt vett egy 5 tagú küldöttséggel. Gyakorlatilag, amit a kollégák elmondtak, arról volt szó, hogy kikérte, megkérdezte a véleményét a bünteti törvénykönyvről az államelnök a politikai szervezeteknek. Nem volt tanácsadás, nem volt beszélgetés, nem volt különösebb pozícionálódás ezzel kapcsolatosan, hogy mit szeretne az államelnök. Ő megkérdezte a véleményét a politikai szervezeteknek, és nagyjából ennyi. Tehát gyakorlatilag nem volt semmi értelme. A parlamenti képviselő, aki azért tagja egy Gyergyó területi RMDS-nek is, mit tud tenni olyan esetben, mint például most Szárhegy, amikor késérre kerültek a dolgok, aközben, amikor tudjuk, hogy itt RMDS-MPP szövetségről is van szó választások alatt? Igen, Szárhegyi történetről nagyon-nagyon sokat nem tudok, hogy mi a kiváltó oka. Amit elmondtak egyesek nekem, és Ferenc Tihamér, a Szárhegyi szervezetnek az elnöke elmondott, nem tudom. Én úgy érzem, hogyha őt hallgatom, hogy igazat adok neki. Amit én tudok, azt a következőt tudom elmondani. Nem mint politikai szervezet vonták vissza a mandátumokat, hanem a képviselők saját maguk adták be a felmondásokat, és nem csak RMDS-es kollégák, hanem két MPP-s vagy MMP-s, az MPP-MMP listán indult és mandátumhoz jutott kollega is. Nem igazán érzem, hogy mi van ott, és ezért én nem is tudok véleményt mondani. Ez a személyes döntésük volt, ahogy értettem. Tiszteletbe kell tartani, és ennyi. Hogy a következő lépés mi lesz, ez majd az elkövetkező időszakban, az elkövetkező periódusban majd eldől. Egyelőre a személyes véleményüket én úgy gondolom, hogy tiszteletbe kell tartsuk. Valószínű, hogy megvolt mindenkinek a saját személyes oka, miért ezt a lépést megtette. Amikor az ember szóba áll a választókkal, tehát ön többek között, és ilyen kérdést tenne fel az egyik, hogy ott van az édesanyja 96 esztendős, fél esztendője, nem tud az ágyból kiszállni, van lehetőség rá, törvényes lehetőség, hogy ezért bizonyos juttatást kapjon, támogatást, anyagi támogatást, de azt mégsem kaphatja, mert kisült, hogy nem reumatikus eredetű az ő lebénulása, vagy tehetetlenné válása. A törvény pedig azt írja, hogy ha reumatikus, akkor minden rendben van, akkor mehet a támogatás. Ilyenkor mit tud tenni egy parlamenti képviselő?
Igen, a dolog egy picit összetettebb. Amennyiben a törvény megengedi a támogatást, és valaki nem kapja meg, az visszaélés, azt jelezni kell, azt meg lehet oldani, illetve felelősségre lehet vonni embereket. De amennyiben tényleg a törvény sántít, és a betűje szerint járnak el a hivatalnokok, és nem járhatnak el másképpen, abban a kérdésben akkor már egy kicsit másképp áll a gyermeknek a fekvése. Ott gyakorlatilag, hogyha egy ilyen igazságtalanság létezik, és a törvény ezt az igazságtalanságot táplálja, akkor ott meg kell változtatni a törvényt. A törvényt sürgősségi kormányrendelettel, vagy törvénymódosító javaslattal lehet megváltoztatni. Amennyiben létezik egy ilyen eset, akkor én arra hajlandó vagyok, hogy egy törvénymódosító javaslatot letegyünk. Hajlandó vagyok az egészségügyi miniszter asszonnyal szóba állni, hogy nem-e tudna ebben a kérdésben egy sürgősségi kormányrendeletet indítványozni és végigvinni a kormány által. Beszélni fogok a kollégáimmal, az egészségügyi bizottságban lévő kollégáimmal, nevezetesen dr. Vas Leventével, hogy mi is van ezzel a helyzettel, és hogyha úgy van, akkor leteszünk egy módosító javaslatot, aminek nem látom akadályát, és hogyha ez ennyire igazságtalan, akkor biztos, hogy kollégákat is fogunk kapni mellé, aki támogassa, és átvigyünk egy ilyen módosítást. Gyorsabb megoldást sajnos nem látok. Hát végül is a törvény maga az igazságtalan, mert az, aki végre kell hajtsa, az tehetetlen. Van ez, mint a másikot. Tökéletes törvények nincsenek, mindegyiknek megvan az előnye is, a hátránya is. Mi azért vagyunk ott, hogy ha ilyen esetet észlelünk, akkor ezeket próbáljuk megoldani törvénymódosítással. Képviselő úr, bő egy hónap van, addig, ameddig a románság ünnepel, mi pedig megemlékezzünk, mert törvényszerű, meg is fogunk mi is emlékezni. Az emlékeink, hogy más előjelűek, ez egy más kérdés. De mit tehet, és mit tesznek ilyenkor a parlamentben? Mennyire tudják naponta elviselni, mert az azért kiszűrődik, mind a bukaresti médiákból, mind onnan, hogy másképp veszik ők a dolgot, nem épp ünnepre készülnek. Hát ez a centenáriumos történet, ez foglalkoztat bennünket már elég rég, tudtuk, hogy jönni fog, és jön is, ugye, tehát most már nem sok van hátra. Egyelőre a lován társadalomban a cirkuszon kívül nem igen láttam nagy felkészülést erre az ünnepre. Állandóan a kultúrminisztériumot hibáztatja az ellenzék, hogy nem volt képes semmire. Ez legyen amúgy az ők dolguk. Tehát mi a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az elmúlt időszakban megpróbáltuk bemutatni, hogy mit jelentett nekünk ez az elmúlt 100 év, mit jelentett ez az együttélés a románokkal, volt-e jó oldala, mi volt a rossz oldala ennek a 100 évnek, mert tetszik, nem tetszik, itt voltunk egymás mellett, együtt voltunk. Elég kevés jó oldaláról tudnánk beszélni, és az is, ami van, inkább a kultúra terén történt meg. Azon kívül ugye közeledett egymáshoz az erdélyi népség a többihez, viszont egészen közelítve még mindig nincs összekötve, ugye, nincs összekötve egy autópályával, nincs összekötve egy normális útszakasszal, nincs összekötve gazdaságilag, nincs összekötve sok mindenféle fajta szempontból, hogyha már azt mondanánk, hogy ez meg kellett volna történjen. Az RMDS próbálta több alkalommal is bemutatni, hogy mit jelentett ez nekünk, és hogyha elmondhatom itt, és beszámolhatok arról, hogy azért a mi térségünkből, Gyergyó térségéből, pontosabban Gyergyószárhegyről,
Történt az elmúlt héten egy elég fontos esemény, amikor az alkotótábornak, a Szárhegyi alkotótábornak az alkotásait Bukarestben kiállítottuk. Egy részét. Egy részét, persze. A több mint 2100 alkotásból 100 darabot kiállítottunk, 100 festményt kiállítottunk Bukarestben a parlamentben, a Brünkus teremben, ugye ez a képviselőháznak a kiállító terme. És eléggé nagy érdeklődés volt a kiállítás iránt. A megnyitón ott volt egy olyan közel 60 ember, és ezek nagy részt bukaresti lakosok voltak, akik érdeklődtek és megnézték ezt a kiállítást. Én azt mondom, hogy ez egy fontos dolog, egy nagy siker volt, ugyanis itt úgy román művészek, román alkotók, magyar alkotóknak a művei vannak kiállítva. Többek között Hargita megyei művészeknek is az alkotásait ott meg tudjuk nézni, megtalálhatóak. A szaksajtó szerint egy színvonalas kiállítás, egy nagyon-nagyon színvonalas kiállítás. A megnyitó is színvonalas volt, és úgy azért elismerték, hogy Szárhegyen tényleg valami van. Na, ezt akartuk megmutatni mi Bukarestben. Úgy néz ki, hogy sikerült. Először van szárhegyi alkotásokból kiállításunk Bukarestbe. Én gondolom és remélem, hogy a szervezők úgy kedvet kaptak, mert ez eléggé sikeres, tehát nagyon sikeres volt, és úgy gondolom, hogy kedvet kaptak a további folytatáshoz. Nehézkés egy ilyen kiállítást megvalósítani, hát ez szinte másfél évnek a komoly, kemény, kőkemény munkája volt. Egyszer is pénzt kellett szerezni hozzá, és itten köszönetet szeretnék mondani a Hargita megye önkormányzatának, eléggé szélesen oda tette a vállát, a Balassi Intézetnek, és mindazoknak a kollégáknak, akik ebben besegítettek, és nem utolsó soron a Szárhegyi Kulturális Központ vezetősége mindenestől. Tehát eléggé odaálltak ennek a történetnek, és be tudtuk mutatni. Amúgy a nacionalista retórikán kívül a románoknak én úgy érzem, hogy nem sok mindenük lesz december 1-én. Nekünk ez megemlékezés, ez számunkra is egy történelmi és egy fordulópont. Nekik ünnep, hát hogy mi lesz a parlamentben, nem tudom, egy dolog az biztos, hogy ünnepelni nem fogok, nekem semmilyen féle fajta okom az ünneplésre nincs. Tiszteletbe tartom, de ünnepelni nem fogok tudni, és valószínű, hogy a többi 29 társam sem fogok találni okot arra, hogy ünnepeljen. Hogy érzi a megemlékezések sora? Rosszabbul áll, például a magyar vonatkozásban, mint román vonatkozásban? Az elmúlt, vegyünk 50 évet. Tehát ezt hogy értsem? Hát úgy, hogy mindig meg kellett emlékezni. Igen. Kulturális vonatkozásban. Igen. Mi mindig tisztességesen eleget tettünk ennek. Vajon kell szégyeljük magunkat a románok előtt? Nem, semmi szégyenre nincs okunk. Én úgy gondolom, hogy a tiszteletet megadtuk, viszont azt nem kérheti tőlünk senki számon, hogy miért nem ünnepelünk. Tehát ez nem, elkölcsileg nem állhat jogába senkinek, hogy megkérdezze, hogy egy bizonyos napon miért nem ünnepelünk. Nem ünnepelünk. De a tiszteletet megadtuk, mi nem sértettük az ünnepüket. Amúgy vannak nekünk is bizonyos ünnepeink, amit ugye megpróbáltak elfogadni az utóbbi időben, ők sem sértegetnek. Tehát ez most már valahogy annyi év után ez valahogy egyensúlyba kell, hogy kerüljön, és ez így normális. Eljutottunk oda, hogy autópálya. Tetszett említeni az előbb. Székelyföld újra autópályát követel. Felhaladszik a kiáltásunk a mennybe? Felhaladszik, és eléggé bonyodalmas. Tehát tudni kell azt, hogy Románia aláírta az Európai Unióval egy védett övezetes szerződést. Gyakorlatilag Romániának
Románia területének egy harmada védett terület, vagy Natura 2000-es, vagy valamilyenféle fajta védett terület, és ezen belül Hargita megyének több mint 50%-a védett területé van nyilvánítva. Most már ezeken a területeken elég nehézkés az építkezés. Nem lehetetlen egyesek szerint, mások szerint igen, de maradjunk abban, hogy nehézkés. A szállításügyi miniszterrel több alkalommal szóba álltam és beszélgettem, és azt mondta, hogy egyáltalán azért nem tudja megvalósítani például a vásárhelyi JAS autópályát, ami számunkra nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen itt haladna el Ditró határában, mert rengeteg Natura 2000-es területen megy át, és az uniós zöld pártiak belekötnének, felemelnék a hangot, tüntetnének, és ez neki nem hiányzik. Nem hiszem, hogy ez az egyetlen oka, azt sem hiszem, hogy éppen ez az oka, hanem ezzel érvel, hogy miért nem lehet autópályát csinálni. Ugyanez a helyzet a többi Kárpátokon való átkelőkkel, és ugyanez a helyzet állítólag az Észak-Erdély autópályával és Sánti Timi Tamot, illetve a kisajátítások környékén vannak gondjaik. Hogy az igazi ok, mi, amiért nem akarnak ezekkel a dolgokkal haladni, nem tudom. Hát hiszen ott van Németországban, ugye elkezdték az autópályákat szélesíteni, az autópályákat modernizálni, és ahhoz, hogy két sávból négy sávot hozzanak létre, ahhoz az autópálya mentén ki kellett sajátítani, ha nem volt az ország a tulajdonosa annak a földarabnak, ki kellett sajátítani, mert szélesíteni kell. Nem tudom, hogy ők milyen uniós törvények szerint sajátítanak ki, nekik hamar megy. Mi ugyanazok szerint, az uniós törvények szerint nem vagyunk képesek. Azt jelenti, hogy nem az az igazi oka. Azt jelenti, hogy valamit nem akarunk. Azt jelenti, hogy valamit nem jól csinálunk. Több alkalommal hülyeséget beszélt a szállításügyi miniszter. Például többek között azt is kiejtette egyszer a száján, hogy azért nem kell Romániának autópálya, mert akkor megnő a gazdasági élet, fölmennek a bérek, tehát megdrágulnak a bérek, tehát a munkaerő megdrágul, és akkor Romániából kivonulnak a vállalkozók. És ezért volt is a szállításügyi miniszternek egy egyszerű indítványa letéve a parlamentben, amit az RMDSZ meg is szavazott akkor, tehát ilyen ekkora ökörséget azért csak nem, tehát ekkora ökörség nem lehet valakinek a fejébe. De ez van, mi ezért dolgozunk, és letevődik most egy törvénytervezet, ami a költségvetési törvényt illeti, hogy jövőre föltétlen kerüljön be a költségvetésbe a vásárhely JAS autópálya szakasz legalább tervezési szinten, vagy valamilyen szinten már egyszer ez az autópálya kezdődjön el, és folytatódjon a Brassó-Nagyvárad autópálya, hiszen arra az autópályára is Románia nemzetközi egyességet írt alá, tehát ez nem olyan egyszerű csak felbontani, felrúgni azt az autópálya építést. Románia nemzetközi egyességet írt alá, hogy Magyarországgal azon a részen összeköti az Európát egy autópályán keresztül. Magyarország a kötelezettségét megcsinálta, a határig el van hozzá az autópálya, Románia még messze áll ennek a megvalósításától. Tehát védettek maradunk. Ezek szerint Székelyföld népe is, nem csak a Natura 2000 alá eső fenyves erdők és bennük a halak, vadak. Szép jövő vár ránk. A miniszter úr arra szokott-e válaszolni, hogy jó, rendben, itt nem tud. De ott, ahol építhetne, ott hány kilométer teljesít az idén? Mert az is kétségbejtően kevés. Hát ahogy én látom, hogy dolgozik a szállításügyi miniszter, tehát olyan, mint
ahogy van az ők táncuk, hogy egyet előres, kettőt hátra, vagy kettőt előres, egyet hátra felépítenek, 2 kilométer autópályát, abból összedől egy, még egyet visszabontanak. Tehát valami... Különös kellemen, megvan a románul is a Manolé mester. Igen, tehát megvan ennek a, az előzménye a Manolé mesterrel, ugye, amit felépítettek estig, az reggelre ledőlt. Valakinek a feleségét biztos bele kell építeni, mint a mesébes, akkor talán megmaradnak ezek az autópályák. Nem tudom, hogy mi az oka, de valami hibázik ebben az országban. Tehát én még ilyen sehol egy másik országban nem hallottam, hogy egy vadonatúj autópályának egy része összedőjön. Még az én gyerekkoromban a kínai játékok is jobbak voltak ennél, ha bár azok tényleg arról voltak híresek, hogyha megvásárolod és 5 percen belül tönkre vannak menve. Nem tudom, valami nagyon hibázik, nem haladnak, tényleg nem haladnak, pedig pénz van, ott az uniós pénz, nem tudják elkölteni, képtelenek az elköltésére. Hivatkoznak, ismétlem, a Natura 2000-re, hivatkoznak a védett övezetekre. Én megkértem, helyettesítettem a bizottságomban az elnököt egy hétig, és az alatt, az egy hét alatt én megkértem több érintett minisztériumot, hogy bocsássák rendelkezésünkre az alaptanulmány, ami alapján a Natura 2000-es övezeteket létrehozták. Az egyik minisztériumtól már kaptam levelet, kaptam választ, hogy nem létezik az ők minisztériumukban ilyen tanulmány. Várom még a másik háromtól, hogy lássuk, milyen választ kapunk. Van egy olyan gyanú, hogy nincs egy ilyen tanulmány, ami alapján a Natura 2000-es, illetve a védett övezeteket megrajzolták. Hogyha ez nincsen, akkor ezeket véleményem szerint és másoknak a véleménye szerint is Románia újra tudja tárgyalni. Tehát van egy lehetőség, viszont nehézkés. Egyszer lássuk, hogy tényleg van vagy nincs, létezik vagy nem létezik egy ilyen tanulmány. Hogyha nem létezik, ez elég súlyos, elég nagy baj, mert akkor azt jelenti, hogy valaki szándékosan direkt úgy rajzolta meg ezeket a védett övezeteket, hogy ne lehessen haladni. Hát ezzel lejárt a mai beszélgetésre szánt idő. Nagyon szépen köszönjük, hogy tájékoztatott erről arról. Önöknek, kedves nézők, azt köszönjük, hogy velünk voltak, minket hallgattak, és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Jó éjszakát kívánok!